2018-as Tihanyi Félsziget Kupa Master versenyének rövid összefoglalója. Sziasztok! Bár gyakran vannak már versenyek Tihany előtt is, igazából itt indul az országúti szezon. Ezen a remek körpályán a Master Core csoportnak 6 kört, 74 kilométert kellett tekerni, a végén pedig várt bennünket a gyilkos szerpentin. Nézzük a szintrajzot! A lassú rajt után a Balatonparton indul a verseny, a komp kikötő után felkanyarodunk az Apátság felé, majd jön egy nagy lejtő a 71-es útig, vissza a Balatonpartra, az utolsó körben pedig a más színnel jelölt befutó. A nagy hideg ellenére is népes, 84 fős mezőny vágott neki 6 körös távnak. A második körben a komp kikötő előtt nem sokkal kapcsolódunk a versenybe. A kamera speciál Viktor Bringelyen néz hátrafelé, kicsit sajnos jobban rezeg az átlagosnál, de azért remélem élvezhető a felvétel. Viktor pulzusából látható, hogy egyelőre nincs nagy tempó, az első körben sem volt akció. Körözünk. Én szeretem ezt a pályát, az egyébként sem túl nagy forgalom, egyirányosítva van, nem nagyon találkozunk szembejövővel, kivéve a mezőny szerinti buszokat. Hát, de ezt meg tudjuk oldani. Na, hamarosan jön a jobb kanyar, és indul az emelkedő. Ugorjunk. Viktor láthatóan eléggé hátul kezdi a második körben a mászást, látni a zsűrikocsit. Persze már az első körben is leszakadtak páran, itt körülbelül 60 fős lehet a mezőny. Kóse Csaba mellett megyünk el, Kovács Lajos, Paligás Tamás, Angyalföldi Rihárd, Párvil most talán picit neki is ment Viktor kerekének, de az biztos, hogy nem jó felfelé fékezni. Keszerice Zsolt és Körösi Gábor csapattársam, aki fiatalon még második tudott lenni egy bajnokságon Árvai Attila mögött. Na, de hát ez nem tavaly volt. Egyébként az megvan, hogy speciál Viktor nyert hegyi bajnokságot fiatalon? Talán pont Ata előtt? Na, de térjünk vissza a versenyre. Nem véletlenül megy Viktor így előre felé. Látható, hogy már van pulzusa rendesen. Németh Roland támadott kicsit korábban, Macsek Zoltán tette a kereket, és én sem akartam kimaradni a buliból. Rákóczi Viktor tudott még felugrani ránk, és mögöttünk a mezőny már egyes sorban fújtat. Persze nem Viktor megy elől, itt Csikós Gábor csúszik például vissza mögé. Itt térünk fel lassan a nyereg részre, kilapul az emelkedő, sőt egy jó kis lejtőn lehet begyorsulni. Itt Fagyas Zsolt érkezik meg Viktor mögé. Az Eurosporton lennénk, akkor valószínűleg most kellene Tihany látványosságairól, történelméről és talán a levenduláról beszélnem, de ezt most én kihagynám. Hopp, ez 200 svájci frank lesz. A kanyarban azért látszik, hogy jól megnyúlt a sor, sőt szakadozik is. Takács Péter csúszik itt hátra, de hát nem egyedül, mert Viktor elkezdte a felzárkózást. Elképesztő, amit tud, senki nem tud vele tépést tartani. Azért érdemes figyelni a pulzusmérő órát, hogy kúszik felfelé a mutató. Kár, hogy wattmérője nincs, de a szokásos 800-as skála valószínűleg nem is lenne elég. Hopp, remélem a kutyus azért még a mezőny előtt átért,
Itt még halványan látszik valami a mezőnyből, de gyakorlatilag itt már felért ránk. És azért mi sem mentünk ám lassan. Két Viktor majdnem egy súlyban van, és Rákóczi 450 wattot tekert az ezt megelőző egy percben. Édesapám fotóján látható a szökevénycsoport, balról-jobbra a fejek, Macsek Zoltán, Speciál Viktor, én, Antal Attila, Németh Roland és Rákóczi Viktor. Mindenki nagy tányéron, mindenki nagyon keményen. És hát mögöttünk nem látszik senki a mezőnyből. Kamera gyorsan merülő akkója miatt Viktor itt pár körre leállította a felvételt, így csak fotókkal és szavakkal tudom illusztrálni a következő pár kör történését. Persze az utolsó körről van videó. Itt az látható, hogy a Balaton parton egyes sorban tempózunk. A mögöttünk látható autóból Prohi többször is mondta, mekkora az előnyünk. Először fél perc, aztán egy perc, aztán már nem aggódtunk, hogy esetleg utolérnek. Itt az apátság előtt az emelkedőn vagyunk. Ezt és az előző képet is Tirszín Jani csinált a motorról. Első osztályú kíséretünk volt. Zsűrikocsi, időmérés, motoros fotós. Szuper! Apu fotóján itt az látható, hogy a negyedik körben Roland nem bírt magával és elszökött tőlünk. Nem mondhatnám, hogy nagyon üldöztük volna, tempót mentünk. A Strava Flyby jól mutatja a szökést, már az emelkedő elején elgurult, a legnagyobb előnnyel parkolnál 15 másodperc körül volt, de sokáig kitartott. Gyakorlatilag a kör vége előtt értük utol. Á, szuper, megint van videó. Az ötödik kör vége előtt vagyunk nem sokkal, a Balatonparton, épp egy nagyobb csoportot körözünk le. A Biondós Budai Katalin egy igazi fakír. Bár mutatom még egyszer. Rövid naciban, 2 fokban. Hardcore! Az utolsó körben vagyunk, az emelkedő nyereg részén, a parkolónál, ahol az elit mezőny már türelmetlenül várja, hogy ők is nekivághassanak a versenynek. Nálunk itt most már nem volt akció, szép nyugisan tekertünk fel. A lejtő végén járunk, mindjárt kanyarodunk ki a 71-es főútra, Viktor van legelől. Kicsit jobban vette a kanyart nálunk, pedig itt abszolút nem forszírozza, ez jól látható. A főúton a lezárás egyébként nagyon profi, szemből is megfogják a forgalmat. Nem véletlen, hogy itt csak tavasszal van verseny. A Balatonpart elején vagyunk, a kalandparkhoz érünk lassan, 3 km van hátra a versenyből. Tészi János fotóján láthatóan már egymás nézegetése megy, szóval ugorjunk egy kicsit előre. 1300 méterre vagyunk a céltól, Speciál Viktor adja le a vezetést, Macsek Zoli, én, Rákóczi Viktor, és hátul Németh Roland. Láthatóan komoly a tempó, ez itt gyakorlatilag sík, és még 30-szal sem megyünk. De hát láttunk már ilyet az Eurosporton is, nem igaz? Itt még látjuk Németh Roland kerekét. Viktor marad le hátulra. Legjobbkor egyébként. És végre akció. Roland indít egy kemény támadást. 2017-ben egyébként én is pont itt indítottam. Olyan ideális helynek tűnik, még az emelkedő előtt. Na de itt ez a 2018-as verseny. Rákóczi Viktor vette üldözőbe Rolandot, rá Zoli tette a kereket, majd jöttem én, és Speciál Viktor a legjobb helyen, leghátul. Roland fél percig 600 watt körül pedálozott, egész szép előnyt harcolt ki magának, a Strava Flyby szerint 3 másodperc előnye is volt. Ami persze kevésnek tűnik, de azért 3 másodperc azért elég sok ám ilyenkor. Itt azért jól jött volna egy előrenéző kamera, vagy legalább egy szenvedő arc Viktor mögött. Itt max a lekörözötteket lehet most látni, de azért az utolsó 1000 métert csak nem vágom meg. Ötszáz méter van hátra, ez itt az éles rajt helye. Még 200 méter, és jön a szerpentin. Viktor nagyon türelmes,
Persze nem ma kezdte a sportot. Én a magam részéről örültem, hogy bírom tartani a többiek tempóját. És megindul Viktor. És hát ha ő megindul, hát mi arra nem tudunk érdemben reagálni. Pikpak 10 méter előny. Rolandot is befogta. Ő nem a mi korcsoportunk, és már körhátrányban van. Roland itt már nagyon elkészült az erejével, mi is bedaráljuk. Még 100 méter van hátra, és látható, hogy Viktor már visszaült. Úgy lemaradtunk, hogy ebből a kameranézetből igazából nem látunk szinte semmit. Szerencsére van felvétel az út széléről is. Hát jól szétszakadtunk, az egyszer biztos. Első tehát Speciál Viktor, ez egy igazi Viktori Royale. Rákóczi Viktor és én állhattunk még dobogóra, Macsek Zoli negyedik, Németh Roland ötödik. A mezőnyhajrát 4:41 hátránnyal csapattársam Rónaszéki István húzta be Nagy Zoltán előtt, Füredi László, Takács Péter és Tarcsai Gergely fért még a top 10-be. Nézzük meg a befutót lassítva, ha már a helikopteres képet sajnos elkevertem. Az utolsó 100 méteren gurulva is fölényes győzelem. A mezőny érkezéséről sajnos nincsen videóm, de Serli Miklósnak hála legalább fotóim vannak. Itt pedig a döntő támadás még egyszer, kicsit belenagyítva. Azért ez impresszív. A dobogó képével búcsúzom, remélem jól szórakoztatok. Sziasztok!